Hát koncert napján én sohasem teniszezem, csak az összes többi. Hát amikor más az ebédet csinálja otthon, akkor mi nekiülünk próbálni, és a köztes megoldás az lesz, hogy utána beülünk egy kajáldába, és ott megebédelünk. Ha jó volt a próba. Igen, ha kiérdemeljük. Azt a címet adta a műsornak is, hogy Mozart nyaral, és akkor Mozart elment az írkocsmába, elment Amerikába, ide-oda, és különböző műfajok, különböző idézetek, hát mindenki hát hasát fogta, és úgy ment haza, hogy wow, én azért törekszem rá. És Csabi a pozitív oldal. Igen. Hát azért gyakran eljutunk egy kompromisszumhoz, amikor mindkettőnk azt mondja, hogy na akkor, ha ez így sikerül a koncerten, akkor az elégedettséggel tölt el mindkettőnket. Aztán más kérdés, hogy a koncerten van, hogy jobban sikerül, és van, hogy kevésbé. De ugye kétszer ugyanúgy az élő zene varázsa miatt nehéz valamit eljátszani. Mind a három annyira más, és annyi arcát mutatja meg a zenének, hogy szerintem mindenki találhat benne szívéhez szólót. Engem nagyon sok minden érdekel, én hobbi szinten festek, otthon rajzolok, de még fodrászkodok is, de ez, hogy meg a webdesign is érdekel, azt is elkezdtem tanulni. Igazából rossz a kérdés, mert mit csinálok, ha nem hekedülök. Hát én most lettem a Magyar Amatőr Tenisz Verseny sorozat vezető menedzsere, vagy hogy nevezzük, és hétvégenként abban segítek. Ez a másik hobbim volt gyerekkorom óta, a zene meg a sport, és akkor ez most így poénból kinőtte magát. Ezt amúgy tudom mindenkinek ajánlani, mert akkor egyéb fájdalmaik a zenei hangszereknek a tartásától nem lesznek a mozognak, úgyhogy ez nagyon helyes szerintem. Úgyhogy, Igen, ez az élet, én életembe is bejött a mozgás, mert muszáj is volt, meg jót is tesz. Úgyhogy én ezt is csinálom, de hát a zene ez egy más dolog, az a lelkünk, az az életünk, úgyhogy a Frigi abszolút művészetből van, bennem van egy kis sport és mozgás is.